Új versenytárgyalást hirdett Maros megye tanácsa a Kerelő-Szentpáli hulladéklerakó működtetésére, az önkormányzat a közbeszerzési feltételeken is könnyített. A versenytárgyalásra való felhívás jövő héten bekerül az országos elektronikus rendszerbe, és ezzel beindul az eljárás. A Kerelő-Szentpáli hulladéklerakó működtetőjének kiválasztása ugyanis elengedhetetlen lépés annak érdekében, hogy 3 éves késéssel beinduljon a megyei hulladékgazdálkodási rendszer. Sikerült könnyíteni a közbeszerzési feltételeken is, magyarázta híradónknak Szabó Árpád, a megyei önkormányzat alelnöke. Végül is kétfelé választottuk ezt a két dolgot a működtetés szempontjából, hogyha véletlenül az egyiknek sikerül, például a lerakó sikerül, akkor lehessen azt működtetni, vagy ha a biológiai, mechanikus, biológiai feldolgozó sikerül, akkor azt is lehessen működtetni. És reméljük, mondom, ami még a kontesztálásnál mondjuk most már előnyünkre van, hogy ez a bizottság meg kell oldja legalább maximum egy hónap alatt, mert most már eldöntötték a tavaly, hogy mi a jogi eljárás. Korábban a lerakóra és a mechanikai biológiai állomásra egyetlen licitet hirdettek, a résztvevő cégeknek pedig nehéz volt egyszerre mindkét követelménynek eleget tenni. Először 2014-ben írt ki licitet a megyei tanács, az egyik pályázó cég fellebbezése miatt azonban közel 2 évre leállt az egész projekt. A februári bírósági ítéletet követően azonban a megyei önkormányzat most újabb közbeszerzést írhat ki a Kerelő-Szentpáli lerakó üzemeltetésére. Óvás esetén pedig lényegesen lerövidül a fellebbezés elbírálási ideje. A legoptimistább változat szerint is csak augusztus elején indulhat be a megyei hulladékgazdálkodási rendszer.